Sziasztok, daráló, vihi, hú, de rég volt már daráló. Hát igen, ritkán küldtök jó pályát. Nem, tudjátok jó, hogy a béna pályákat is szívesen darálom, van mit szídni. A mai résztől bevezetek egy kis újítást, nem lesznek repülőszámok. Igen, lejárt már az idejük. Nem arról van szó, hogy nem lesz pontozás, ugyanúgy lesz pontozás, csak egy kicsit megváltozik a módszer. A repülőszámokkal az a baj, hogy sokan félreértik. Ugye többször elmondtam, hogy ezt nem kell véresen komolyan venni, tehát félig meddig poénból vannak, azért epkednek ott, hogy kijöjjön a végén a pontszám, de azért mégiscsak jelzik, hogy mi tetszik és mi nem, és hogy mennyire. Egy kicsit mindig is zavart, hogy egyetlen pontszámban fejezzük ki a pályát, szerintem ezt egy kicsit jobban kéne árnyalni. Annó ezért próbáltam bevezetni a szöveges értékelést, de nem volt túl nagy siker, úgyhogy maradt mindkettő. Na most továbbfejlesztettem ezt a dolgot, és nem csak úgy egy pontszám lesz, hanem föl fogom osztani különböző szempontokra az értékelést. Ez pedig a történet, a játékmenet, a díszítés, a hangulat és a kidolgozottság. Ezeket így külön-külön 0-tól 20-ig fogom értékelni, igen, így jön ki összesen a 100. Az elképzelhető, hogy esetleg bónuszpontokat adok, nem tudom, hogyha valami nagyon megtetszik, illetve levonás, hogyha valami nagyon nagy butaságot látok. A leírásban van egy link, ami átvisz egy oldalra, az én oldalamra, ahol kifejtettem, hogy ezeket hogy kell érteni, tehát egy kis magyarázatot adtam a szempontok mögé, most nem szeretném ezzel húzni az időt. Remélem nektek is fog tetszeni az új értékelés, szerintem nagyon jó, mert jobban árnyalja a pályát, meg az én véleményemet is. Na, de lássuk, hogy melyik az első pálya, ami áldozatul esik ennek az új értékelésnek. A címe a kastély. Készítette Tóth Jónás, vagy Jonas, nem tudom, választhatok jobb neveket, és J2003. A kezdőszoba egy sima kőkocka párfa... Hé, azt mondtam, nincs repülőpontszám. Na azért... Szóval egy igen szerény szobában vagyunk, velem szemben pedig egy csabusa karakter, még az ő teste is kőből van. Akkor egy megkövült csabusa. Megkövült csabusa azt mondja, a textúra pak egy része Csabusa Inosive című pályájáról származik. Hamarosan teleport. Á, kiírták a forrást, nagyon helyes. Hamarosan tényleg teleportálunk egy sokkal érdekesebb szobába, szemben egy lebegő írás, üdv a kastély című pályán. Biztosan kíváncsiak vagytok, hogy lehet ilyen lebegő írást csinálni. Ugyanis akárhányszor láttok ilyet, tucatjával kapom a kérdést. Nézzétek meg a leggyakoribb Minecraft kérdések című videót, abban bemutattam. A terem egyik felében egy ágy van, biztosan egy hálószoba. Mondjuk ez a táblával olyan, mintha rácsos lenne, olyan, mint egy kis ágy. Akkor biztosan egy gyerekszobában vagyunk. A terem másik felében egy textúrapak ellenőrzést. Tényleg most esik le, nem is textúrapak, ez resource pack, most már resource packnek hívjuk. A ládában tábla, rajta tedd az alapkőre, írd az első sorba a gyapjún lévő számot, nyomd meg a gombot. Nyomja meg a gombot, miközben kettő van és egyiken sincs felirat. Az egyik azt írja, a textúrapak ellenőrzéshez vegyél egy táblát a ládából. Akkor kizárásos alapon a másik lesz az ellenőrzés. Átkerülünk egy másik szobába, ahol van start, történet, tutoriál és szabályok. Mögöttem, meg a francia ágy mellett két fekete alak. Ezen nem az a film, amiben szeretnék szerepelni. Szabályok, nehézség és játékmód beállítva, ne használj parancsokat, érdemes minden hangot bekapcsolni és zenét kikapcsolni, könnyű nehézségen játsz, kalandmódban játsz, a pálya automatikusan frissül, ezért tilos a spam point parancs, a blokkokra tett tárgyakat fölveheted. A tutoriál gomb elteleportál egy ilyen retard arcú fához, azt mondja, Tominak hívják, üdv a tutoriálnál. Átmentünk egy másik terembe, ahol Tomi már vár, a ládában lévő kulcsot tedd az ajtó melletti kulcsukba. Vasbokk. Vasbokk. Nagyon-nagyon ismerősek ezek a textúrák. A blokkokra lerakott tárgyakat fölveheted, alapértelmezett jobb egérgomb. A kőasztalon egy könyv van, amiben az van írva, ez mire volt jó. Ha a könyvet a dropperbe rakjuk, akkor eltűnik a rács, odaát már Tomi vár. Azt hiszem mindenre kész vagy, kattints a vissza feliratra. Ehhez nyisd meg a csetet, alapértelmezetté. Vissza, és most már van történet gomb is. Te egy bányász vagy. Sok éve élsz a házad környékén és gyűjtögetsz vadá... A házad környékén? A házam környékén élek? Várj egy kicsit. Tehát van egy erdő. Van benne egy ház, ami az enyém. Az én házam. És én a környékén élek ott. Valahol mellette, de nem merek bemenni a házamba,
A házam környékén élek. Csavusa! Igen? Túl sokat gondolkodsz a pályákon. Bocsánat. Folytasd a bemutatót. Oké. Tehát gyűjtögetsz, vadászol, és néha kórokon tengeted életed. Ha nem jön össze a gyűjtögetés meg a vadászás, a házadat már majdnem teljesen befejezted, és az állataid is jól vannak. Összegezve úgy ismered a környéket, mint a tenyered. Vagy mégsem? Majd kiderül a kastély című pályán. A start gomb természetesen elteleportál, és még beszélek is, egy újabb hétfő reggel. Megyek, megnézem a postát. Várjunk csak hétfő, akkor ezt nem így mondanám. Egy újabb hétfő reggel. Megyek, megnézem a postát. Feladat. Ha elolvastál mindent, tedd őket az ágyad melletti ládába. Az ágyam mellett van egy könyv, Harry Potter és a bölcsek köve, hát ez nem az én ágyam. Azt hitted, mi? Odakint egy kis erdő, meg a világ leghegyesebb hegyei. Várjunk csak! De hisz én egy gazdag bányász vagyok, fotocellás ajtón van. A porceládában három papír, hírlap, bányászok tűntek el a hétvégén. Öt bányász tűnt el a hétvégén. A munkáltatókat kérdőre vonták, hogy dolgoztathatják hétvégén a munkásokat. Még nem azonosították őket, de mindenkit arra kérnek, hogy legyenek türelemmel hétvégén. Adó. Kérjük fizessen adót. Tartozása 59.545 forint. Mégsem vagyok gazdag bányász. Illetve ezért vagyok gazdag bányász, mert nem fizetek adót. Levél. Október 29-én születi mulatság lesz. Mindenkit szeretettel várunk. Program, kenyéráldás, 4-kor, must vedelés 15 órától, diszkó 8:30-tól. Től. Visszamentem a papírokkal a házba, és ekkor láttam, hogy hoppá, de hisz nekem majdnem tele van a ládám. Úgyhogy gyorsan ki is pakoltam belőle. Becsuktam a ládát, megjelent egy új szöveg. Ha jól emlékszem, a barátom is dolgozni ment tegnap. Megyek, megkeresem. Feladat, menj a házaddal szemben lévő barlangba, hogy megkeresd a barátod. Na, így néz ki egy igazi bányász csabusa. Főleg azzal az aranysisakkal, az nagyon bányászos. Hát akkor induljunk a mentőakcióra. Szép kis erdő mindkét irányban, fák, vízesés. Ho, várjunk csak! Megpróbáltam kimászni, de gondoltak erre is, raktak le barriereket, nagyon helyes. Mondtam, hogy nincs repülőpontszám. Hát akkor lássuk azt a csúcsos barlangot. Figyelem, a pálya ettől a ponttól kezdve ijesztő részeket is tartalmaz, melyek alkalmasak a nyugalom megzavarására. Kérjük a gyengébb idegzetűeket és érzékenyebbeket. Állj, majd én. Pólyások, tűnés! Ez már az InnoSybe. Később megjelent egy később felirat és elteleportáltam. Nagyon sokat mehettem, hogyha a készítők szerint is érdemes átugrani. Egy figyelmeztető tábla, hogy omlás veszély, utána pedig vérrel a falra fel van írva, hogy help. Lehet, hogy nem egyedül kellett volna mentőakciósdit játszani. Innentől kezdve helyenként kipukkan a fal, én meg szörnyűködök, ez szörnyű, gyorsan meg kell találnom őket. Egy ponton beszakad alattunk a padló. Nem kopi, utalás. Mi ez a hely? Legjobb lesz, ha minél előbb eltűnök innen, csak találjam meg a kiutat. Kis séta után újabb teleport, 20 perccel később. Kicsivel arrébb egy lépcső, ami egy épület folyosójára vezet, ablakkal, szőnyeggel meg minden. Mi ez a hely? Egy kastély? Szóval egy kastély. Biztosan feltűnt, hogy ez egy horror pálya, ugye az elején a kiírásból, hogy a InnoSybe-ból van a resource pack, a véres hell felirat, plusz volt egy figyelmeztetés, hogy lesznek ijeszgetések. Szóval normális esetben vannak nálam ugye eszközök, betörném az ablakot és húznék a francba, de hát kíváncsiak vagyunk a pályára. A folyosó egy tágas előtérbe vezet, egész csinos, és felcsendül egy ismerős dallam. Állj! Na most a következő jelent egy kicsit félreérthető lehet, ezért az lenne a normális, ha előbb megmagyaráznám, hogy mi fog történni, és akkor aztán mutatnám meg, de hát a poén kedvéért inkább előbb megmutatom. Az imént az történt, hogy ki akartam próbálni, hogy ki lehet-e menni az ajtón, és pont amikor odaértem és nyitottam volna ki, akkor jött az ijesztés, és a koponyát, illetve a csontvázat levetkőztettem.
Gondoltam felveszem a ruháját, hát hogy azt hiszik, hogy közéjük tartozok, és nem fognak bántani meg ijeszgetni. Gondolkodtam rajta, hogy fölmenjek az emeletre, aztán végül úgy döntöttem, hogy nem, most halál komolyan azért, mert onnan ne lehet esni. Úgyhogy gondoltam, lehet, hogy így lelöknének onnan, vagy ilyesmi, szóval maradok biztonságban a földszinten, és a folyosón indultam el. És igen, nagyon hamar megbántam. Sötétség, teleport és egy látványos kínű falusi mellett vagyunk. Tényleg úgy néz ki, mint egy bányász, akivel baleset történt, vagy bántottak. Azt mondom neki, hol vagyok? A börtönben. De hát hogy kerültem ide? Az előbb még a bálteremben voltam. A kastély sötét ura hozott ide. Minket a bányában fogott el. Feladat, szabadulj ki a börtönből. Kicsit tartok ezektől a börtönből szabadulós részektől. Gyakran előjön, szeretitek használni. Oké, csak a rejtvény részét a státjába általában elrontjátok. Sajnos ez a pálya is ezekhez tartozik. A feladat mindössze annyi, hogy kivegyük a WC-ből a kulcsot. De komolyan, ez milyen börtön? Van még mellette hányás, pisi és kaksi. Még szerencs, hogy nem húztad le, különben nem jutunk ki. A folyosó egyik végén egy szoba, ami igen érdekesen van díszítve. Itt van egy rejtvény, ami egy fokkal nagyobb kihívás, de azért nem nagy dolog. A dropperben virágok vannak, mindegyiken van egy szám. Ez aztán a börtön hangulat, mondjuk lehet, hogy pénzért meg akar lenni, és a koporsó mellett el van dugva egy tábla, arra van fölírva, hogy milyen sorrendbe kell a dropperbe rakni. Nem kopi, utalás. Kiraktam, megnyomtam a gombot, de nem jelzte semmi kiírás, hang vagy villanás, semmi, hogy jól csináltam-e. Ez egy kicsit azért elbizonytalanító. Hát gondoltam, jó, úgyhogy tovább mentem. A teremben szemben a folyosó túloldalán egy ajtó, ami egy kis folyosóra vezet, ami egy tágasabb terembe vezet, aminek a közepén van egy szakadék. Milyen börtön ez? Viszont itt van egy nagyon ötletes dolog, ilyen particle effect jelzi, hogy hol van a láthatatlan híd. Nagyon ötletes, csak valahogy nem érzem, hogy úgy ide passzolna. Mielőtt tovább mentem volna, kiszúrtam, hogy a sarokban van egy láda. Hú, micsoda kincs! Dinnye James MC-nek. Tovább ilyen két blokkos sima kőfolyósó következik, elfáradtak a készítők. Ismerős hang, ismerős koporsó mozgatás, mögötte egy láda, LED Storminak. Ezek biztos easteregek akarnak lenni, csak nincsenek eléggé eldugva. Az ajtó mögött egy tágasabb terem, fenébe be van omolva a lépcső, főzhetnék valami bájitalt, ami segít följutni. Feladat, keresd meg az alapanyagokat, főzd szökkenő szérumot. Itt következett egy kis keresgélés, igen, megtaláltam az iszereget is, ödönmalac zsidavnak. Már épp kezdtem szomorkodni, hogy én nem kapok semmit, aztán a hozzávaló keresgélések közben a lépcső alatt kiszúrtam egy másik ládát, amiben parancsblokk Csabusának. Ezen a részen egyébként szó szerint bájitalt kell főznünk, tehát meg kell tálnunk az igazi hozzávalókat, és használnunk kell a főzőállványt. Ami nagyon tetszik, nagyon jó ötlet volt tőlük, hogy a tárgyak leírásába beleírták, hogy hanyadiknak kell az adott hozzávalót lefőzni, így nem kellett a neten a recept után keresgélnem. Azért annyi info viszont nem volt, hogy hogyan kell használni a főzőállványt, tehát akinek teljesen full új a dolog, az így is elakad. De aki tudja, hogy működik a főzés, az annélkül is meg tudja csinálni, hogy a neten kéne nézni a receptet. Jó, persze, hát egy tapasztalt túlélős, az biztos tudja fejből is. Ami kicsit nem tetszik a dologban, hogy én nem szeretek használni ilyen vanilla receptekért, meg bájitalfőzést, meg nem tudom, tehát ilyen vanilla dolgokat, hanem inkább saját rendszereket csinálni. Mit tudom én, hogyha van egy sütő, akkor is nem játékbeli recept van, hanem valami kitalált új. Szerintem az úgy érdekesebb. Minél több saját dolog van a pályán, annál érdekesebb. Nekem kicsit mindig olyan hatása van az ilyesminek, hogy lusta a készítő. Kéne ide egy feladat, de nem akarok resztonrendszert. Lerakok egy kraftasztalt, meg a hozzávalókat, kraftolt ki, és majd a játék ugye elintézi az egészet. De ez nem feltétlenül negatív, tehát ez csak az én hozzáállásom. Meghoztam a bájitalt, megittam, föl tudtam ugrani. Egy újabb folyosóra kerültem, a kanyarban hallottam ajtócsukódást, hú, vajon kik vannak még itt rajtam kívül.
Kicsit arrébb egy feladat, hallgass ki a beszélgetést. Azt mondja Hero Brian, hogyan törhetnénk világuralomra. A démon pedig azt mondja neki, hozd az alvilágból a zombi malac embereket a kastélyomba, és legyőzhetetlen sereget képzünk belőlük. Szerintem az kevés. Befogjuk a környéken az összes creepert, zombit, pókot, csontvázat. Úgy már talán jó lesz. Erre én azt mondom magamban, ezt meg kell akadályoznom. Hát persze, hogy meg kell akadályoznom. Én csak egy szegény bányász vagyok, aki a saját háza környékén lakik. Biztosan meg fogom állítani Herobrine-t meg a démont. Tovább mentem a folyosón, portálos hang, az ajtó mögött pedig egy portál. Amire én azt mondom, egy átjáró az alvilágba, biztos átmentek rajta. Ha elpusztítom a kaput, örökre az alvilágban rekednek. Önts vizet az átjáróba. Na most emberek, álljunk meg. Szóval van ez a két erős gonosztevő, valószínűleg nagy hatalommal rendelkeznek, mert van nálam egy rakás fegyver, mégsem kellett nekik esnem. És át kell menniük ugye a Netherbe, és valószínűleg az egyetlen dolog, feltételezem, amivel meg lehet őket állítani, hogyha ugye ott rekednek. És ez a dolog, ez az egyetlen dolog, ami őket meg tudja állítani, ott van a portáltól két blokknyira. Még csak le sincs zárva a láda. Csavusa! Jó van, nem szóltam. Viszont ami nagyon tetszik, hogy megoldottak, hogy nem lehet bemenni a portálba, ha be akarunk menni, akkor elteleportál és én egy üzenet. Ne menj be az alvilági kapuba! Rendíthetetlen bátorsággal betettem a vizet a portálba. Gondoltam, megyek tovább, de a karakterem nem így gondolta, talán az lesz a legjobb, ha megpróbálok ugyanazon az úton visszamenni, amelyiken jöttem. Ugye emlékeztek, hogy egy börtönbe teleportáltam és onnantól kezdve csak egy irányú út volt. Oké, menjünk vissza a börtönbe. Elindultam visszafelé, és ez egyre furcsább. Az előbb még egy másik folyosó volt itt. Ez egy nagyon látványos effekt, nagyon tetszik, viszont a karakter szándéka akkor is eléggé butácska volt. Egy lépcső, és kiszúrtam a ládát Répa Csabinyúnak. Egy újabb lépcsősor, a végén egy ajtó, és egy király effekt. Amire még a karakter is azt mondja, hogy mi a... Aztán hirtelen teleport, másfél óra múlva, és a feladat menj a házadba. Amikor belépek, azt mondom, végre itthon, Herobrine miután az alvilágban rekedtek, megölte a démont a zombi malac emberekkel, mert ő mondta, hogy menjenek át mind a ketten. Herobrine azóta az alvilág ura. És egyéb érdekességek. Amire ha rákattintunk, átkerünk egy másik teremben, ahol van készítők, a történet befejezése és húsvéti tojások. Építette Tóth, Jonas, vöröskő és parancsblokkok, J2003, tesztelő, Varga 16. Történet befejezése, másnap elmente a barátod házába és otthon találtad őt. Mint kiderült, ő beteg volt és ezért nem ment dolgozni. Te pedig elmesélted izgalmas kalandod. A húsvéti tojások kiír egy listát, aminek az elemére lehet kattintani, ez az easter egg-ekhez vezet el, amiből ugye én megtaláltam ötöt, egyedül a legeslegesőt nem találtam meg, ami ugye az emeleten volt, Heroin Kenry 26-nak. Tessék még egy érv, hogy ne menjek fel az emeletre. Nézzük azt az újfajta mérleget, történet. Érdekesen indult, kifejezetten érdekes volt szerintem az eleje. Volt egy rejtély, mi történt a bányászokkal. Egy kicsit túlzásnak érzem, hogy egyedül indultam egy, hát nyilvánvalóan veszélyes helyre. Mondjuk, ha úgy veszük, bányász voltam, tehát miért ne, bátor voltam. Az a kis fordulat is tetszett, hogy kiderült, hogy elrabolták őket. Viszont a végére valamiért mégis olyan sok kérdés maradt meg bennem, hogy hol van ez a kastély, most akkor eltűnt az a kastély, mi lett a bányászokkal, ugye ott voltak a börtönben, velük együtt tűnt el a kastély, vagy csak én teleportáltam el, meg az effektek is valahogy nem éreztem magyarázatot arra, hogy miért villannak be dolgok, meg miért vannak ilyen ijesztő zajok. Játékmenet, azt nem mondanám, hogy nagyon új vagy kreatív küldetések lettek volna, viszont rendesen ki voltak dolgozva, tehát jól meg voltak csinálva, csak nem voltak újak. Sőt, a börtönös az kifejezetten lehúzza, tehát annyi volt a feladat, hogy húzzam ki a kulcsot a WC-ből, hát ez milyen börtön, kicsit olyan komolytannak érzem. A láthatatlan hidas, az a particle effektes dolog, az viszont tetszett.
A díszítéssel kapcsolatban is elég erősen felemás érzéseim vannak. Voltak egész jól megcsinált részek, díszesek azért nem olyan állejtősek, de normálisan kidolgozottak. És akkor voltak részek, hogy tényleg ilyen sima kő, szűk folyosóban kellett menni, ami szerintem ráadásul nem is volt indokolt, hiszen elvileg már a kastélyban voltam. Úgyhogy néha valahogy olyan érzésem volt, hogy a készítők úgy lusták voltak megcsinálni rendesen. A hangulat, hát én nem nagyon tudtam magam beleélni. Az elején még jó volt, aztán onnantól kezdve kezdett borulni nálam a dolog, hogy a kastélyba kerültem, így a WC-ben turkálás, meg a börtön utáni termet sem éreztem odapasszolónak. Az ijesztésekre volt semmi magyarázat, és akkor ezek így mind így kilendítettek, vagy kizökkentettek ebből a dologból, és úgy valahogy nem sikerült egy egységes hangulatot átérezni. Leginkább az volt az érzésem, hogy akartak ijesztéseket, meg valami rémisztő történetet, de úgy nem élték magukat bele a világba, nem helyezték el a helyszíneket, meg a feladatokat. Szóval én egy kicsit olyan szétcsúszottnak éreztem. A kidolgozottság egyértelműen a pálya legerősebb része, minden működött, ahogy kell, megjelentek a szövegek, formázva és tagolva voltak, talán a helyes írási hiba sem volt sok. Szóval minden tök jó volt vele, egy-két rész volt csak, amit én máshogy csináltam volna. Szóval én 51 elrabolt bányászt adok rá a 100-ból. Nem kopi, utalás! Utalás. Ez volt a kastély. A kézikönyv óvjon!